Jarosiko mindenkinek egy újabb Black Desert-es videóban, és ebben a részben hát nem is fejlődni fogunk, de mégis valami újdonságot szeretnék egy videó formájában megmutatni, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt, inkább informálni az embereket, nem tudom, hogy ki mennyire akarja még használni a mostani felhasználóját május 31-e után. Ugyanis ha az elkövetkezendő pár percben bemutatandó dolgot, ha nem teszi meg az ember, akkor sajnos május 31-e után a mostani felhasználójával már nem fog tudni játszani a Black Desert Online Remastered-ben. Na, és akkor mi is lenne ez a kis info? Ez a kis info nem más, mint hogy a Kakao Games hát a Pearl Abyss javára adja meg a BDO-t, vagyis feladja a gémet, mint kiadó, és a Pearl Abyss kapja meg. Ennek függvényében pedig a mostani szerepelendő adatbázist egy az egyben át kell tenniük majd a Pearl Abyss szerver gépeire. Szóval ennek érdekében egy kisebb hát ilyen áthelyezési procedúrát kell minden egyes olyan játékos, látom be is dobja instant jó nagy képbe, procedúrát kell végighez vigyen minden játékos, aki azt szeretné, hogy még a felhasználóját használhassa. Semmi nem fog eltűnni, mindent átraknak, ugyanúgy gildeket, neveket, mindent, amennyiben te végrehajtod ezt a dolgot. Amennyiben nem, május 31-e után a Kakao Games szervergépein most jelen meglevő adatok mind törlésre kerülnek, szóval ha nem teszed meg, akkor sajnos a felhasználód megy a kukába. Kivétel nélkül. Na, de látom itt is írja, hogy csináljátok meg, bla bla bla, és itt van az apply, nézzük, nekünk bedobja, és igen, bedobja. Látjátok, bejön akkor ez a nagyon picike kis ablakocska, ennek függvényében majd utána kitérek az eventre is, ami most ennek következtében jelen van a játékban, és itt megvan, hogy már van egy felhasználód, ergo nekünk van, szóval minket ez nem ér, és ez minket érint, és itt van, hogy ha még nincs, akkor ezzel kell most előregisztrálnod, és utána pedig majd át lesz rakva. És akkor, ha rámész erre a nagyon szép dologra, itt van egy kis, hogy Kakao Games accountot akarsz átvinni, vagy Steam-es accountot akarsz átvinni. Én már, ahogy látjátok, nekem ez én már átvittem, de itt van egy kis videó, ami nektek segít, annak függvényében, nem tudom, mennyire hangos, hogy sikeresen át tudjátok vinni. Itt van egy csomó bla bla bla, igen. Itt elmondják az eventet, de szerintem, hogy én sem fogom mondani, igen. This homepage. To start pre-registration, click the Apply for Game Data Transfer button. You'll then be asked if you play Black Desert using a Kakao Games account or a Steam account. Let's see what it's like to transfer a Kakao Games account first. The first thing most folks will need to do is step one, creating a Pearl Abyss account. If you already have a Pearl Abyss account, those who play Shadow Arena, for example, then you can skip to step two. But most people will need to create one. Go ahead and click the Create Account button. You will be prompted with a wait notice just to confirm that you are not playing BDO through Steam. From there, you can click Create a Pearl Abyss account to start the account creation process. From here, although not required, you can choose either Facebook, Google, or Twitter to help make the signup process easier. Either way,
you will need to agree to the terms of service and fill in some information to complete the Pearl Abyss account creation process. Once you've created a Pearl Abyss account, step 2 is to log into your new account. Click on the login button, enter your username and password, and then step 2 is complete. Step 3 is to agree to the transfer. Once you do this, a separate webpage will open that will allow you to sync your information with Kakao's current servers. We know it looks like a lot of steps, but we promise it goes quickly. At the bottom of this webpage, you will see that you are already logged into your Pearl Abyss account. All that's left to do is assign it to your Kakao Games account too. Click Login, and once you read through the account transfer agreement, click I agree, and then click Next. The next page will verify that this is your account. Here, you'll see all owned characters that belong to the NA and EU servers. Please note that all characters will be transferred during maintenance on February 24th, and all progress made until then will be synced and safely transferred. Once you're ready, click Next and authenticate your Kakao Games account. You will receive an authentication code in your email associated with your Kakao Games account. Enter this code and then hit Confirm to continue. After this, your account transfer application is complete. You can then return to the Pearl Abyss website and find your congratulations pre-registration certificate. Next, let's look at how to transfer a Steam account, which happens to have even fewer steps. For step 1, you'll want to check the two boxes after reading the website terms of service and the privacy policy. Then, click the Log into your Steam account button to, you guessed it, log into your Steam account. Steam users do not need to create a Pearl Abyss account to complete the transfer. After completing step 1, click the Agree to the Transfer button to open a separate webpage that syncs your Steam info with Pearl Abyss. First, you'll see a login button. Click this button and sign into Steam in the pop-up window. After you log in, you'll be taken to the Account Transfer Agreement page. From here, simply follow the steps outlined previously to verify your account and complete the transfer. Even Steam users will get a certificate showing their achievement. Then, you're ready to claim those sweet, sweet transfer awards. You can click the See Transfer Rewards button at any time on the right side of your screen to learn more. If you want a chance for even more goodies, you can also share your pre-registration status on social media using the buttons below your certificate. If you do, you could be one of 500 people selected to win even more pre-registration prizes. Winners will be selected on March 5th, and special prizes will be distributed in-game during maintenance on March 10th. You can find all the details about the events on our homepage. So, what are you waiting for? Click the link in the description below to pre-register today. For now, I'm CM Rinku Talks. And I'm CM Tiny Nose. And we'll see you in game. No. Ez lenne a kis videó, aminek következtében. Úgymond, miután a kettő közül az egyiket végrehajtottátok, kész is van, tovább játszhattok. És itt vannak a rewardok, ugyanis ez egy ilyen event tulajdonképpen, amit megkaptok. Ugye bár január 27-től egészen február 24-ig. És itt is lennének, ugyanis első napon 500 Kronstone, más napon Valkzrai, Artisan Memory, Hardback, blablabla, Event Sakatú, Sakatú Rarity, megint. Tehát ezekből megint egy kis pénzt ki lehet sajtolni ezekből a cuccokból, szóval már csak azért megéri, meg hát ugyebár nem veszítitek el a felhasználatokat, ergo. Itt van az Event 2, nézzük itt mi is van, jó, dum. Igen, ezt már megcsináltuk, igen, ezt is megcsináltuk. Ha ezt megcsináltok, akkor látom, hogy február 24-én megkaptok még 30 Shining Sakatú Sealed. Oké, itt Notice. Ebben azt se tudjuk, hogy mi van. Ja, itt leírja azt, hogy csak akkortól érvényesek ezek, hogyha megcsinál a preregisztrációt, meg az összes cuccot, amit eddig mi tudtunk. De itt van a másik eventünk, amit ugyebár működésbe lép, ezek is ilyen belépési kis dolgok,
És minden kapunk, te atya úristen. Még úgy nem tudtam ránézni, hogy pontosan mit is kapunk, tehát is izé. Ez január 27-től, látjátok, május 31-ig lesznek érvényesek. Tehát május 31-ig, ha nem csináltok meg srácok, akkor eddig mindent, amit összegyűjtöttetek, eltűnik. Sajnos. Ezt most lehet mondani, hogy jó, lehet mondani, hogy rossz. Én nem tudom, én nekem már volt részem ilyen akkon transferbe, hogy őszinte legyek, és kb. Ez van. Ezt kell szeretni. Na, most nem tudom. Remélem, hogy majd a Pearl Abyss kicsit jobban gatyába rázza, bár én nekem a Coco Games-es se volt problémám, de ezt mindenki maga dönti el, hogy kinek. Micsoda itt látom még, amit mind... Itt akkor kaptok peteket természetesen, ez mi, amúgy elért. Ha nekem ilyen macskám lenne és kiengedném az utcára, szerintem agyon ütnék, mert azt hinnék, hogy valami démon kelt életre. Démonról beszélünk. Alpha Maze Complete Account Transition Period. Igen, akkor kaptok ilyet is. 53-at tudtok venni 530-asból. Ez is az eventhez tartozik. Ja nem ez, amit én megnéztem, és akkor nézzük, hogy még van itt egy. Nem néztünk meg ez. Nem tudom, ez is valami. Ez mostani, január 27-től lépett életbe event. Ja, Guildme. Na igen, és akkor látjátok, akkor itt van az, hogy mondtam, hogy mindent átvisznek. Hogy attól függően, hogy kb. Milyen level és mennyi embered van, annak függvénybe kap a guilded is pénzt, meg látom ilyen scrollt. De ez engem most őszintén gondolva nem érint, mert én nem lennék guildbe. Én lenni solo. solojohnny.hu. És akkor látjátok, hogy miket kaphattok, tehát karakter name change kupon és family name change kupon, tehát ha belépek az új szeróra, úgymond már mennyire idézőjelesen új szeró, akkor nevet is, mindent tudtok változtatni, azt se tudják, hogy ti voltatok azok, akik voltatok, és akkor ennyi lenne ez a kis izé erről. Na, akkor lépjünk vissza, jó, nekem már megvan. Mik vannak itt nekem? Időközben elértem én is a... Köszönöm. Hát itt nem köszönöm. Én is elértem akkor időközben ezzel a karival a 61-et. És most vadászok a... Game data. Hát de itt már álltam, szóval nem izé. Vadászunk a bosszokra, mert még ez lenne meg. Következő nekünk karanda kell legyen. Feldob. Fel, igen, jó. Akkor valamire gondoltam. Karanda kéne legyen a következő bosszunk, csak hogyha én tudnám, hogy hol találom meg ezt a nagyon okos dögöt. Valahol itt kell legyen a hárpiáknál, ha minden igaz, Karanda. De hogy hol? Ez amikor nem... A halál. Nem. Na mindegy, szerintem majd megtalálom idők. Itt is. Ez. Itt van. Hát a... Hát idáig. Meddig menjek el egyáltalán? Ez igen. Hát talán ide. Tudod mit? Oda. Oda fogunk elmenni. És kb. Ezek lennének az eventek, és ez az, ami inkább fontosabb, hogy a felhasználó transfer tulajdonképpen áthelyezés, mert szerintem senki nem örülne annak, hogyha hazaér, bekapcsolja a kis gépét, na, BD-hozok egyet, tudom, és én felencsántolom a tetemet végre penre, vagy ilyen csekélyiségek, és így látja, hogy nincs. Nuku. Annak szerintem senki nem örülne. Jó. Na. Szerintem. De ezt most mindenki maga dönti el. Bár szerintem azért csinálják így, mert meg tudnák azt is fogni, hogy meg tudnak azt is csinálni, fogják az egész adatbázist úgy, hogy van is, aki copy-paste-tel átrakják, de biztos már egy csomó, vagy rengeteg olyan a felhasználó, aki
már nem játszik tulajdonképpen, a karaktere megvan, minden, de ő már nem játszik a game-mel, ergo szóval foglalja a helyet, és hamis adatokat ad tulajdonképpen, mert mondják, hogy van több millió felhasználó, és lehet, hogy a több millió felhasználóban bizonyos százaléka csak van, mert már évek óta nem lépett fel. Ergo még nekem is vannak ilyen barátaim, úgymond, vagy emberkék inkább, ismerősök, angolok, most nem real life emberekről beszélek, akik... Na, és mikor mit ezt el lehet adni? Nem. Hát... Legalábbis csak valami jókat ebből. Akik már nem lépnek fel, ugyebár a gamebe. Meg ugyebár, mint eddig is, vannak ilyen kis fizetős eventek, hogy ez, meg az, meg csomagok, de ami most újdonság, ez a Family Inventory Waked kupon, tehát nem karakterre kapod meg, hanem végre behozták azt is, hogy a teljes családod megkapja, tehát ha te veszel egy ilyen 150-est, akkor nem a Nova kapja csak meg az én esetemben, hanem az összes többi 7-8 kari, aki még van épp a felhasználómon. Ami szerintem jó, most igen, jöhetnek az ócsárolósok, hogy igen, megint egy fizetős darab, igen, megint meg kell venni, megint fizetni kell. Fiam, annak örül, hogy végre egy olyan dolgot tudsz venni, amit a teljes felhasználó élvezni tud, és nem pedig csak egy karaktered. Na, a felejtje már meg. Amennyiben meg nem tetszik, nem kell megvenni. Kész, nem kell rinyálni itt minden kacsafingér. Hogy messze vagyunk, hát még egy kicsit. Amúgy még van, ameddig a... megjelenik a... az izénk, úgymond, a bosszunk. Még egy olyan jó 0.32, 1.15-kor kell legyen, szóval még van egy jó... durva 40 percem, de nem ez a lényeg. Szóval, na. Szóval szerintem elvér egy pluszpont a játéknál, hogy végre kiadtak egy ilyen dolgot is. Mondjuk nekem nem az volt a bajom, hogy fizetni lehet a játékban, és minden MMO valamiből meg kell éljen. Ergo. Van olyan, ami csak a kosztümökből él, itt nem csak a kosztümökből, hanem ezt is, azt is hozzáadtak. Nekem régen ez volt a bajom benne, hogy amit megvettél, az mind egy karidra használódott fel. Ami tényleg egy kicsit, na, szívás volt, megmondom őszintén, az szívás volt, mert én, aki kb. Van, mint kacsafinga, inkább, vagy mint gólyafinga a levegőbe, szebb megfogalmazás, és ugrálok karikról karikra. Nekem eléggé necces volt, mikor váltanom kellett, mert hopp, már megint nincsen súlylimitem, fú, már megint nem tudok annyit cipelni, fú, már megint nincs annyi helyen, fú, már megint a fene egye meg. Kezdhetem az egészet előről. Na. Jó, van, akkor már mi is gyorsítsunk, mert itt van nagyon a seggünkben vannak az emberkék. És az tuti százas, hogy tényleg nem veszítesz el semmit, mert nekem is volt már ilyen felhasználó áthelyezésem egy gamebe, Age of Wulin, ergo átment az Age of Wushura, tehát az európai szerver megszűnt és átment mindenki amerikaira, és ott is ugyanez volt a metódus, kellett készíteni egy felhasználót, egyszerűen főleg az én esetemben, mert én még annyira pont a beta után készítettem a Wulinba a felhasználómat, hogy az újabbnál már felhasználót írtál, felhasználó nevet, nem pedig e-mail címet, ám a beta környéke után, még ilyen jó más, ilyen fél évvel kb. Még az e-mail címedet kérte, és én is akkor regisztráltam, akkor az e-mail címemet kérte.
Ergo nekem az volt, és ott az a probléma, hogy nem, hülyeséget mondok, pont fordítva, felhasználókért, és a végén már e-mail címmel kellett regisztrálni, és ez az a probléma, hogy én nekem felhasználó nevem volt, nem pedig e-mail címem, szóval hiába készítettem el és hiába vittem végbe a felhasználó áthelyezéséhez megfelelő procedúrát, nem lett teljesen áthelyezve, és át lett helyezve, csak én nem tudtam belépni. Értem a support, és akkor kiderült, hogy annyi volt az egészben a probléma, hogy nincsen ilyen nevű felhasználó, amire én be akarok lépni, ugyanis én felhasználóval és nem e-mail címmel léptem be. Utána annyi kell csinálni, hogy küldtek egy linket, így, és én pedig készítettem rá egy, és most mondjátok, hogy itt van egy General Gúdos. Jött, hogy eret vágjak. Hát nem olyan 100 elég lesz szerintem most, hogy egy kell amúgy, mert poti nélkül elég hamar meghalok. És akkor annyi volt az egész, visszatérve az esetre, hogy a fenébe van a potim, nem egy. Hogy kellett készítsek az általuk megadott linken egy felhasználót. És azt a felhasználó nevet kellett megadjam, amit használtam az európai szerveren, és mivel utána megadtam, be tudtam lépni, ott volt a kari, ott volt minden. Remélem, hogy most nem lesz ilyen problémám. Na és akkor valahol meg itt kell legyen a World Boss, nem? Amint remélem. Addig meg szerintem halálra unom magam, vagy közbe. Nyomok magamnak egy jó étvágyatot, mert megéheztem. Szóval na, srácok, tényleg mindenkinek sok szerencsét, aki elindítja ezt a procedúrát, remélem. Sikerül, nem lesznek bajok, nem lesznek problémák, senkinek nem vészel semmije és senkije. Ahogy láttátok, a Steam-es felhasználónál annyi a könnyebb, hogy nem kell készíts egy külön Parlebase accountot, hanem csak szimplán használod majd, akkor jó helyen vagyok, már látod, hogy már gyűlnek az emberek, akkor csak szimplán használod az izét. Accountot. A Steam-es felhasználódat nem kell külön készíteni ízét, és a másik is jön ez a metódus, hanem talán megvan már a Shadow Arena-nak köszönhető egy Parlebase-es accountot, akkor már nem kell készíts külön, hanem majd csak szerintem azt kell beírnod. És akkor kettőt összevonják, úgymond egybeolvasszák, de nézzétek végig a videót. Én nem pofáztam bele, mert nem akartam belepofázni, hogy angol is, meg magyar is, és akkor az egészből nem értetek semmit. Szóval na. Azt akartam, hogy jó legyen. Hogyha már úgyis ezt a videót nézed végig, akkor úgy nézd végig, hogy legyen értelme, ne csak azt, hogy én pofázok, és azt az egészben nem értesz semmit, mert 20-szor végig kell nézd a YouTube-on újra. Még ezt is a YouTube-on nézed újra, tehát mindegy, nem ez a lényeg. De szerintem könnyű, nem nehéz. Mutatja is, nem csak mondja, mutatja is, tehát aki nem ért olyan jól angolul, még annak is vizuálisan meg van mutatva, mit, honnan, hova, mennyire, mennyiért, miért, etc. Na és akkor remélem tetszett a vidi, remélem hasznos volt. Elnézés, hogy ebben nem volt most ebben a vidiben sok izgalom, de hát ez inkább csak informáló vidi lett volna, semmint szórakoztató most vagy valami. És akkor egészen a következő videóig is. Hellóztok!